mindig el tudjuk mondani, hogy amikor én, az elején énekünk, tehát úgy hülyet, hogy ez ilyen dicséreteket énekünk, akkor leszabad ülni. Tehát, ha nehéz állni, nem muszáj állva lenni, tehát teljesen szabadon nincsen, hanem kötött liturgián. Isten az ember szívét nézi, és ez a lényeg. És azt meg úgy sem tudjuk elvetteni, tehát ő le. Halleluja. Ja, igen, szeretném, aki, mert mindjárt tudjátok, hogy ma volt ez az a kurka kolbászvásár. Közben arra gondoltam, hogy lehet, hogy mi gyülekezetünk be, ezek lesznek a nagy ünnepek, kurka kolbászvásár. Úgyhogy, de tényleg szeretném megköszönni mindenkinek, aki a jelenlétével, vagy a jelenlétben hiányával hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Mert mind tudom, hogy mindenki azért, aki nem is tudsz elérni csütörtökön, meg pénteken. Tényleg nagyon jó volt minden része, előkészületek. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek. Isten tisztesse meg. Szolgálatát. De szerintem nagyon jó volt. Tehát én is akkor részt vettem. Nagyon élveztük minden fáradtságos, nehéz hidegben való hazamenetel részét. Hála Istennek. De nagyon-nagyon jó. Egyébként minden, ahogy szoktuk mondani, minden szombat, minden hónap utolsó szombatján lesz ilyen eszemi szombatjára bazárral leszünk. Ezt mindenfélét, hála Istennek. A mai napon, igen, és ezek az énekek, hogy biztos ígérték-e, sajnos nem bővülött ki a kijelző valami miatt, nem baj, úgy látszik Isten nem zavart, úgy, hogy benneket sem kell, hogy zavarjon, de olyan fantasztikus, inspiratív tartalma van, én azt mondom, tehát már egy ilyen énekekből sokat lehet tanulni. Egyébként van olyan hely, ugye, hogy ennyi volt az Isten tisztelet. Tehát már mi tudjuk, hogy egy picit hosszabbak vagyunk, én igyekszem kompaktan elmondani, amit szeretnék, de rengeteg minden van ebben, és meg vagyok győződve, hogy Istennek a lelke az mindenkihez szól állandóan, és mindenki meg is tudja hallani. És Isten nem úgy válogat az emberek között, hogy na ez hívő, vagy nem hívő, vagy templomba jár, nem jár templomba, hanem mindenkihez szól mindenhol. Azért, mert Isten szereti az embereket. Mindenféle embert. A legrosszabb embert is szereti Isten. Olyan, mint a valakinek van gyereke, akkor is a gyereke, hogyha nagyon rossz, akkor is szereti, azért szereti, hogy megjavuljon. Tehát ő ilyen apa. Úgyhogy nem tesz különbséget közöttünk. Egyikünk sem értékesebb attól, hogy jár a templomba. Most nem lebeszélni akarok senkit a gyülekezeti állásról, csak szeretnék érzékel tenni, hogy nem attól leszünk jó ember. Egyébként pont erről szeretnék beszélni, hogy senki sem jó, csak az Isten. Tehát egyikőtök sem jó. Ez a rossz hír, jó? Tehát alapibliával van ilyen, hogy senki sem ismeri az Istent. Ugye Jézus így meglepően bejelentett ezt az embereknek, hogy senki nem ismeri az Istent. Pedig ezer éveken keresztül ugye a zsidók betartották a törvényt, ahogy be tudták tartani, és megjelent ez a nem lehet tudni honnan jött Ácsnak a fia, és azt mondta, senki nem ismeri az Istent. És akkor valaki oda ment hozzá, egy gazdag gyerek, és azt mondta neki, jó mester, hogy mit tegyek, hogy én az örök életem legyen. És azt mondja Jézus, hogy miért gondolsz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. És ez nagyon-nagyon sokkoló tud lenni az ember, hogy milyen megközelítés ez pont pont Jézus Krisztustól ezt mondani az embereknek, akiket az előbb mondtam, mennyire szeret, hogy senki se jó, csak az Isten. Most, mit akart ezzel mondani? Egy kicsit vissza kell oda mennünk az elejéhez, mindig ott, ahol elromlott a történet. Természetesen mindjárt benne van az, hogy jó akarok lenni, szerintem. Mindenki érzi, hogy valahogy én jó akarok lenni, sőt, még azt is tudjuk érezni, hogy én jobban jobb, mint a másik. Biztos voltatok, hogy én voltam, hogy én úgy éreztem, hogy én jobban jobb, mint ez, jobban jobb, mint ez. Egyébként ez meg tud szűnni, az a jobbik, amikor ez megszűnik bennünk, hogy már nem érzed azt, hogy jobb vagy, mint a másik, de az sem rosszabb, mint a másik. De van ilyen az emberben, hogy én jobban jobb, mint. Amikor Isten megteremtette az ember, ő nem hozott létre vallást.
Ez nagyon fontos. Amikor ezt mondom, nem vagyok se a mi gyülekezetünkkel, se bármelyik más gyülekezet egyház vallására, de Istennek nem volt a fejébe az, hogy létrehozom az embert, megteremtem az embert, és mellé teszek egy vallást, mert ezen keresztül tud az ember csak velem közösségbe lenni. Hanem Isten úgy gondolta, mint ahogy az ember szüli a gyermekét, és van a gyereke, hogy egy közvetlen kapcsolat van az Isten és az ember között. Nincsen semmilyen közben járó a kettő között. Bárki próbálja elhitetni veletek, hogy van, nincsen. Tehát semmilyen lelki pásztor, semmilyen pap, nincs közted és Isten között. Isten bárhol, bármi számára elérhető. De történt valami, ami elrontotta az egészet. Isten tökéletesen teremtette meg az embert. Az ember eredendően nem bűnös, hanem az ember eredendően jó. Ezért is van az egyébként, hogy mindenki érzi azt, hogy jó akar lenni. Mert érezzük magunkba valahol mélyen az, hogy jónak lenni jó, az jó érzés. Persze aztán nem tudtál gyerekkorodban sem az lenni, mert amikor nagyobb vagy, akkor még kevésbé. De valahol a szíved érzed, hogy jónak lenni az jó. Úgy mondja az egyik a prédikátor, a Salamon, hogy Isten beletette az örökké valóságot az ember szívébe. Azért tudunk vágyni olyan dolgokra, amik lehet, hogy nehéz is elhinni, hogy van, mert bennünk van valami, ami vezet arra. Nem tudnánk kívánni a vizet, ha nem lenne víz. Nem tudunk vágyakozni az örökkévaló dolgok után, ha nem lenne örökkévalóság. És hogyha nem lenne bennünk valami, ami húz bennünket arra. Egyébként ez azt jelenti, hogy minden ember el van determinálva valami jóra. Mert minden emberben benne van. Isten senkit nem teremtett rossznak eredendőleg. Minden ember jó. Eredendően jó. Ami történt ugye ami ugye ülünk, hogy bűnös lett az ember. Az volt a probléma vele, hogy ott volt, ezt egyébként ma felírtam a Facebookra, reggel a metron sok volt engem is ez a gondolat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten lehet vitatkozni rajta, jó? Facebookon is vitatkoztak, tehát csak figyeljetek. És azt szoktuk mondani, hogy a kertbe Isten elhelyezte az életfáját, és a jó és a gonosz tudásának a fáját. Ugye azért tette oda, így szoktuk mondani, mert ezáltal az embernek volt szabad akarata, és eldönthette, hogy mit akar, ezt akarja, vagy azt akarja. Csak figyeljük. Istennek az volt az akarata, hogy az ember válassza azt a fát. Ugye tudjuk, hol lett a bűn, hogy abba választotta. Isten azért tette oda azt a fát, hogy az ember válassza azt. Ez nem lehet Istennek az akarata. Na már most, ezért biztos, hogy Isten nem vitte arra az embert, hogy azt a fát válaszza. Akkor mégis mi történt? Ugye azt tudjuk, meg olvasunk, meg már hallottuk ezerszer, hogy a gyülekezetben nagyon szeretünk a bűnről prédikálni, hogy szeretünk, mert azzal tudjuk helyre tenni az embert, hogy jó, dá, és akkor utána kezdve nálam van a megoldás. Gyertek ide, és akkor megmondjátok. De nem ez a lényeg. Amikor hallotta Éva, ugye úgy van Éva, hogy a kígyó, a sátának a hangját, és amikor ezt hallotta, akkor történt benne valami az emberben. És ami történt benne, emiatt ő úgy döntött, hogy eszik arról a fáról. Míg nem beszélt róla, ő nem beszélt vele a gonosz, tehát nem hitette el, nem hallotta azt a hangot, addig az ember nem gondolt arra, hogy egyen arról a fáról. El kellett őt csábítani. Ezzel nem le akarom venni az emberről a feleségét, nem a feleségében a felelősségét. Utána azt is levették róla, amikor elvettem a fel. Hanem egy fontos dolgot szeretnénk megérteni, hogyha megértenénk, hogy megértitek is, mert bennetek van ez a dolog. Az ember nem szabad akaratából választotta a jó és a rossz tudását. Akkor már nem volt szabad az akarata. És ez egy hatalmas titok. Képzeljünk el, mindenki volt már szerelmes. Amikor szerelmes vagy, teljesen bele vagy bolondulva a másikba, akkor te nem azon jár az eszed, hogy hogyan bizonyítsa, hogy én egy szabad ember vagyok, hogy úgy döntök, hogy hogyan tudok tőle függetlenné válni. Mert amikor így magyarázzuk, hogy az ember ugye, mert szabad ember volt, és akkor az a fa azért kellett, hogy ezáltal tudta bizonyítani a szabadságát, a szabad akaratát, ez egy értelmetlenség. Ha szerelmes vagy, akkor
te én bennem, én ő benne, akkor egyszerűen azt akarom, hogy egy akaratunk legyen. Nem akarok más, mint amit te akarsz. Az ember így él Istennel. Egy volt vele. Ez az a nagy titok, ami el lett felejtve, hogy Istenben az ember össze volt kötve ővel, Krisztussal. Ez olyan, mint a legerősebb ötvözet, ami létezik. Ugye, csak eszembe jutott ez, múltkor valaki mesélt ilyet, hogy vannak olyan ötvözetek, amik erősebb, mint külön-külön a fél. Nem tudnék ilyen fénypárokat mondani, de tudom, hogy van ilyen, hogy ötvözöl két dolgot, az erősebb. Jézus Krisztusban a legtökéletesebb ötvözete jelent meg Istennek és az embernek. És ez az egység, ami Isten és ember között volt, ez létezett, most ez kicsit furcsán hangzik, létezett előtte, mielőtt az ember meg testet kapott volna a Földön. Ezt írja a Pál apostol, elég nehéz lehetett ezt megértenie, de valahogy megértette, leírja több helyen is, hogy mielőtt a világ meg lett teremtve, Krisztusban minden ember ki lett választva, vagy egy másik szóval össze lett kötve, asszociálva lett Krisztusban, Krisztussal az ember. Ezt úgy írja a Pál, ebből lehet látni, figyeljetek, hogy az Istennek a tudománya az nem ilyen emberi kódin alakul, hogy kitalálom. Ezt Pálnak le van írva egyébként a Bibliában, de kijelentette Isten. Ez azt jelentette, hogy rájött arra a Pál, hogy amikor Krisztusra gondol Isten, abban a pillanatban ott vagy te. Amikor rá gondol az Isten, abban a pillanatban ott van Krisztus. Nem lehet a kettőt, Krisztust és ember elválasztani egymástól. Isten gondolatával. Egyik fordításban, a Tükörbibliában az egyik ige úgy van leírva a Pál, amikor magára beszél, hogy én Isten ökonomiájának, Isten közgazdaságtanának az adminisztrátora vagyok. És az ő gondolkozása az nem olyan, mint a miénk. Mert amikor mi, ugye szoktuk mondani, amikor mi azt látjuk, és az emberi történelem azt írta le, hogy 2000 évvel ezelőtt meghalt a kereszten az az ember, akkor ugyanabban az időben, az örökké valóságban azt írták le, hogy amikor ez az egy meghalt, mindenki meghalt akkor. Minden ember, minden, ami rossz volt az emberben, az mind akkor meghalt. Lehet ezen gondolkozni, vagy vitatkozni, mert ne először érthetetlennek tűnik. Ez az univerzum legnagyobb titka, hogy az ember Krisztussal egybe lett kötve. Egyébként, ha nem így van, mindjárt fogom ezt mondani majd, akkor születik meg a vallás a gondolkozásunkban. A vallás nem az, hogy templomba járunk és Istenben hiszünk, a vallás egy gondolkozásmód. Olyanokra is jellemző, akik nem járnak templomba. A vallásnak az a lényege, hogy én jóvá akarom tenni magamat, mert közelíteni akarok Istenhez. Mindegy, hogy járok templomba, vagy nem járok templomba. De ha megértjük azt, hogy ez egy lehetetlen dolog, ugye mindenki próbálta már, a Pál apostol egyik helyen leírja azt, hogy ezt is akartam olvasni, csak egy kis részét elolvasom, a római levélben leírja azt, hogy ő megpróbált mindent, hogy jó legyen, és figyeljétek meg a szavait, hogy hogyan mondja. Azt mondta, hogy mert amit cselekszem, azt nem ismerem. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt teszem. Tehát akar valamit csinálni, aztán nem az lesz belőle, amit akar, hanem amit nem akarna, az lesz belőle. Mondja, ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó, nem akarok is mindent belemondani, azt mondja, most már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert ha az akarás megvan bennem, de a jó végzételét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonosz cselekszem, amit nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én cselekszem már, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban ezt a törvényt, hogy a jót akarom cselekedni, mégis a rosszán közel hozzá. És azt mondja, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, tehát ebben az állapotában azt mondja, van benne valami, ami vonzódik Istenhez, de azt mondja, hogy de látok egy másik törvényt a tagjainkban, ami ellenkezik az elmény törvényével, rabolál a bűn törvényének, ami van a tagjainkban. Oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halál testéből. Hálát adok az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, azért jól lehet én az elmémmel az Isten törvénynek, testemmel a bűn törvénynek szolgál. Kicsit ebben van sok mindenféle. De a lényeg, amit akart mondani, most amiről beszélünk.
Bárki, aki megpróbál igazán jóvá tenni magát, vagy az életét, ha őszinte, akkor egy idő múlva rájmarad, hogy nem tudja. Mert lehetetlenség abból az állapotból, amiben van az ember, ez egy gondolkozás volt, mindjárt mutatom, hogy lehet megoldani, nem tudsz átkerülni, nem tudod jóvá tenni, próbálod, és mégsem úgy sikerül. És mi sokszor úgy gondolkozunk ebben a gondolkozásmódban, hogy az határoz meg bennünket, amit cselekszünk, ahogy cselekszünk. Attól függően vagyunk mi jó emberek, vagy rossz emberek. Hogyha ez így sikerült volna az embernek, akkor nem kellett volna ilyen, hogy megváltó. Mert akkor azt jelenti, hogy amit tesz az ember, ha ez kitartóan, ügyesen, szorgalmassal, odafeszülve, kézével lesz lemondva, azt minden jót választva tenni, akkor egyszerűen sikerült volna az embernek, hogy jó ember legyen. De ez nem sikerült neki. Ezért kellett a megváltó. És a megváltó nem attól váltott meg bennünket, hogy most akkor ne csináljál jót, meg a rosszat, hanem egy gondolkozás, most csak egyszerűen mondom jó, de bele lehet kötni, de most csak elfigyelve, egy gondolkozás módból szabadított ki bennünket. Aminek az a lényege, hogy azt hisszük, hogy amit mi csinálunk, az megváltoztatja a mi minőségünket. Ehelyett a hit, tehát pontosan ehelyett ő azt csinált, hogy ő megváltoztatott bennünket. Mindenkinek a természetét, a minőségét megváltoztatta. Bár erről nem tud az ember, nem tudott az ember, mert továbbra is, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, a világ ugyanúgy ment tovább, mintha semmi nem történt volna. Ezért hirdetjük az evangéliumot, mert az evangélium felfedi azt a titkot, mindjárt viszont jól, azt a titkot, hogy valami történt vele. Nem neked kell megváltoztatnod magadat, hanem Krisztus megváltoztatott téged. És ahogy ezt felismered, rájössz arra, hogy te jó ember vagy. Nem azért, amit teszel, hanem azért, amit Isten tett. Ebben a pillanatban hívővé válik az ember. Mert nem tudja ezt cselekedetekből tenni. Tehát, amíg én azt hiszem, hogy azt tesz jóvá, hogy amit teszek, egyre ilyen graduálisan, fokozatosan jobbá tesz, addig az ember egy csapdában van, egy rossz gondolkozásmódban, mert ez egy lehetetlen küldetés. De abban a pillanatban, ahogy megértem, hogy amikor Krisztus meghalt és feltámadt, az az én halálom és az én feltámadásom is volt, mert, ahogy mondtam, az elején össze voltunk kötve Krisztussal, mert még erre visszatérek, ahogy ezt megértem, abban a pillanatban rájövök arra, hogy én jó vagyok, mert Isten jóvá tett engem.